Ebben a videóban 9 olyan lépésről lesz szó, amelyek segítségével gyorsabban el tudsz majd aludni, illetve amelyek segítenek abban, hogy jobban aludj. Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. Én is sokáig küzdködtem azzal, hogy nem tudtam jól aludni és gyorsan elaludni, ezért rengeteg problémám volt másnap, amiatt, hogy ugye nem voltam rendesen kipihenve. Egy jó nap mindig egy jó éjszakával kezdődik. A jó alvás, az elegendő alvás rendkívül fontos, mivel számos lényeges folyamat zajlik le a testünkben éjszaka. A kevés alvás egyértelműen növeli az elhízás és a cukorbetegség esélyeit is. Egyrészt a bennünk lezajló hormonális folyamatok miatt, az inzulin is ugye egy hormon. Másrészt pedig, ha nem alszol eleget, másnap nagyobb eséllyel fogsz gyors, energiát adó, magas, finomított szénhidrát tartalmú ételeket és italokat bevinni. A jó alvás hatására másnap jobb lesz a teljesítményünk, javul tőle a memóriánk és a kreativitásunk, több lesz az energiánk, de az élet számos más területén is élvezhetjük az előnyeit. Ez elsősorban azért következik be, mert az agyunknak 7-9 órára van szüksége ahhoz, hogy a benne felhalmozódott, a nap során felhalmozódott méreganyagokat eltávolítsa, tehát ha rövid ideig alszol, vagy nem alszol jól, nem tudnak rendesen kiürülni az agyból a káros vegyületek. Az elegendő alvás erősíti az immunrendszert is, mivel az alvás alatt termeli a testünk a citokin vegyületeket, melyek az immunvédelem során, illetve a gyulladások és fertőzések ellen segítenek. Tehát ha nem alszol eleget is jól, kevesebb citokin fog termelődni. Ha nem alszunk jól, több gyulladás alakul ki a testünkben, például az olyan bérrendszeri problémák esélye nő meg, mint az IBS vagy a Crohn betegség. Az első fontos lépés a gyorsabb elalvás eléréséhez, illetve a jobb alváshoz, az a fény kizárása a hálószobában, azaz a melatonin termelődésének a beindítása, tehát ha túl sok fény van a szobádban, csökkentsd le, mert ez sokat segíthet. Ha már régóta nem alszol jól, szedhetsz melatonin tablettát is rövid ideig, mert ugyancsak sokat segíthet a kezdeti időszakban, amíg újra visszatér a jó alvásod. A melatonin szerotoninná alakulásához a testünkben kálciumra is szükség van, tehát érdemes a kálcium szintre is odafigyelni. A második két stressz és szorongás csökkentő, nyugtató hangulatjavító az 5-HTP és a sáfrány kivonat, melyeket étrendkiegészítő formában tudsz bevinni, és nem csak lefekvés előtt érdemes szedni őket, de napközben is. Az 5-HTP-nek számos előnye van, például csökkenti a depressziót és a szorongást, illetve hasonlóan a melatoninhoz az agyban is ugye emeli a szerotonin szintet. Az 5-HTP-t kapszula formában tudod pótolni rendszeresen, és szénhidráttal kell bevinni ahhoz, hogy hatásait ki tudja fejteni, például gyümölcslevekkel ideális. A sáfrán kivonatnak pedig szorongás és depresszió ellenes hatásai vannak, és ajánlat este lefekvéskor, illetve reggel is bevinni. A harmadik fontos lépés, amivel javíthatod az alvásod minőségét és gyorsabban aludhatsz el, az az elektromos készülékek, a kijelző kizárása már lefekvés előtt legalább fél órával. A tévé, a tévében lévő hírek, a mobiltelefon, a laptop, a számítógép, a tablet mind-mind csökkentik a testünkben a melatonin szintet, illetve felpörgetik ugye az agyat, gondolkodást serkentenek, tehát gátolják az idegrendszernek a megnyugvását, mely elengedhetetlen a gyors elalváshoz. A negyedik fontos lépés, amivel foglalkozni kell, az a mellékvese. Ha fel van pörögve a mellékvesél, de például külső stressz hatások következtében, akkor nehéz lesz az elalvás, illetve a mellékvese problémák esetén gyakran ébred fel az ember az éjszaka közepén. A felpörgött mellékvese jele például az, amikor a levegő vételed sokkal nagyobb, mint a levegő kifújása. A légzésedet ki tudod úgy egyenlíteni, egyensúlyozni, hogy tudatosan lelassítod a belégzést és elnyújtod a kilégzést, hogy mindkettő egy olyan 4-5 másodpercig tartson. De a neten keresve sok más technikát is találsz, amivel a légzésedet rendbe tudod tenni. A mellékvese megnyugtatását segítik a B-vitaminok, a magnézium, az L-teanin, a GABA, az ashwagandha és a túlsű növények kivonata is.
A mellékveséde tudatosan is hatással lehetsz, egyszerűen a lefekvés előtti fél órában keresd a belső nyugalmat, zárd ki a stresszt, fokozó tényezőket, például ne hallgass felpörgető zenét, ne gondolj nehézségekre, a problémákra. Például egy könyv elolvasása, az ellazulás, a meditáció a legjobb segítségek. Az ötödik tényező, amivel foglalkozni kell, az a pajzsmirigy. Sokaknál a pajzsmirigy túlműködés okozhat alvási nehézségeket, mivel a felpörgött anyagcsere hatására az az érzet alakul ki ugye bennünk, hogy tele vagyunk energiával. A pajzsmirigy túlműködésnek számos fajtája van, és a problémának sokféle okozója lehet. Fontos a betegség okait megkeresni, kezelni és rendbe tenni, ha ez áll fenn nálad. A hatodik segítséget a gyorsabb elalváshoz az illóolajoktól kapjuk. A nyugtató hatású illóolajok bekapcsolják az agyunk azon részét, amelyek a megnyugvásért, az ellazulásért felelnek. Az öt legjobb nyugtató hatású illóolaj erre a célra a levendula, a rózsa, kamilla, geránium és a jázmin. Párologtassa hálószobában illóolajokat már akár 30 perccel a lefekvés előtt, felviheted a bőrre is őket, és figyeld meg a hatásukat a hangulatodra, az érzéseidre, a testedre. A hetedik dolog, amire fontos odafigyelni, az a magnézium és a kálium szinted, mivel ez a két ásványanyag a testünk két alapvető nyugtató hatású mikrotápanyaga. Ha nem tudsz aludni, akkor nagy eséllyel magnézium, illetve kálium hiányod is lehet. A káliumból napi 4000 mg-ra van szüksége a szervezetünknek, ami nem kevés. Összehasonlításképpen a magnéziumból 300-400 mg a napi javasolt beviteli mennyiség, tehát ez azt jelenti, hogy 10-szer több káliumra van szüksége a testünknek, mint magnéziumra. A finomított szénhidrátok rengeteg káliumot használnak el a testedben, tehát a legtöbb embernél nagyon gyorsan kiürül a kálium, és hiány alakul ki belőle, ami izgatottságot, stresszt, merevséget, nehéz légzést és számos más olyan tünetet okoz, melyek gátolnak abban, hogy lefekvéskor elaludj. Jelenleg hazánkban nem igazán kaphatók magas kálium tartalmú étrendkiegészítők. A legnagyobb dózisú gyógyszertári készítmények is max. 500 mg káliumot tartalmaznak, azaz napi 8 darab tablettát kellene belőlük bevinni. Érdemes ételekkel pótolni a káliumot, melyek közül a legjobbak erre a célra a zöld színű leveles zöldségek, illetve például az avokádó. Egy avokádó kb. 20%-át képes pótolni a napi kálium szükségletednek. Jó káliumforrások az édesburgonya vagy batáta, a görögdínya, a kókuszból készült készítmények, mint például a kókuszvíz vagy a kókuszolaj, illetve a gránátalma. A nyolcadik fontos lépés, amivel nagy eséllyel gyorsabban tudsz elaludni és jobban is tudsz majd aludni, az a 10 óra előtti lefekvés. A szervezetünkben hullámszerű ciklusok zajlanak le, melyben részt vesz több hormon is, melynek lényege ugye, tehát egyfajta alvásciklus szabályozás. Azért kell 10 óra környékén lefeküdni, mert az első ilyen alvásciklus kb. 10-11 óra között kezdődik el, így ha ebben az időszakban nem tudsz elaludni, akkor nagy eséllyel meg kell várnod a következő ciklus kezdetét, ami kb. 90 perc múlva kezdődik. Tehát ha például 11 óra környékén fekszel le, akkor sok esetben azért nem tudsz elaludni, mert elmulasztottad az első alvásciklusod kezdetét. A 9. és egyben utolsó lépés, ami segíthet a gyorsabb elalvásban, a jobb alvásban, az a szoba hőmérséklete. A testünk az évezredek során jóval alacsonyabb hőmérsékletet szokott hozzá az alvás során, mint amilyen hőmérsékleten napjainkban a legtöbben alszanak. Mivel ugye barlangokban aludtunk több százezer évig és nem fűtött szobákban, de még az újkor elején sem volt nagyon sok helyen fűtés. A legtöbb kutatás szerint a testünk számára az ideális hőmérséklet az alváshoz 17-20 Celsius fok közötti. Tehát ha túlzottan magas a szobádban a hőmérséklet és nem tudsz aludni, kipróbálhatod, hogy lejjebb viszed a hőmérsékletet. Testünk hőérzetét csökkenti a glicin aminosav is, melyet kapszula vagy portformában tudsz bevinni lefekvés előtt. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha vannak tapasztalataid a témával kapcsolatban, szólj hozzá, hozd meg másokkal is.
ha pedig vannak személyes kérdéseid, küld el nekem e-mailben. Ha még nem vagy feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!